looking and saying, "Come on now, come on." Hát nekem is beszélni kell. Come még. On, I still have to teach. Let's és érdekes, go. Hogyha nagyon hosszú a Biblióra, mindig én vagyok a hibás. Tehát, hogyha hosszú az alkalom, én vagyok a hibás. And seriously, if the whole morning service goes too long, it's always my fault. Szóval ez a témánk, a mai témánk. Ra nézve nagyon érdekes, amit itt csináltam. What I just did here, sitting right before I was teaching, is very much related to what I'm going to talk about. Actually. A mai témánk az egy olyan téma, amitől én félek, ami nekem nagyon nehéz. Isten mindig farag ebben a dologban engem. The topic for today is something that's quite difficult for me, and the Lord has been shaping me. Egy olyan, amivel nehéz nekem szembenézni. Something I have a difficulty to face. És ez volt az egyik oka, hogy választottam ezt a témát, amiről beszélni fogunk. And that's why I chose this topic. Illetve gondoltam, hogy ti is így épülhettek belőle, azon keresztül, ahogy én bénáztam esetleg. I thought it will be for your edification to learn from my mistakes. Szóval jó lesz vele szembenézni újra, meg jó volt ezen a héten készülni rá, átgondolni. It was good to be facing this topic for me. It was good to be studying for this all week. És ma arról fogunk beszélni, hogy mi történik az emberrel, ha nagyon siet, ha folyton siet. So I'm going to be talking about what happens to us when we are always in a hurry. És ez nekem ilyen nagyon, nagyon kemény téma. Én folyton sietek, rohanok mindig. For me this is hard because I'm always in a rush. Szóval meg fogjuk nézni azt, hogy mi van akkor, amikor az ember hirtelenkedik. So we're going to look at what happens when someone acts hastily. És az órának a címe az, hogy lassíts le. So today's topic is slow down. Erről a témáról rengeteg jó bibliaórát találni az interneten egyébként. On this topic you actually can find on a lot of good Bible studies on the web. Sok tanulmányt írtak róla. Lots of papers have been written on this. És dalokat írtak róla a múltban. Lots of songs have been written on this in the past. Sőt, a jelenben is, képzeljétek el. And actually in the present too. Az egész nyáron azt hallgattátok, képzeljétek el. All summer you've been listening to it. Did you know that? Na, figyeljetek, hogyha elkezdem, akkor rá fogtok jönni. If I start singing it, you'll know, you'll recognize it. De folytatjátok? Nem akarok egyedül maradni. Will you sing with me, please? I don't want to be alone. Okay, mehet? So here it goes. Despacito az. Felejtsd el. Azt jelenti lassíts, lassan. It means despacito to slow down. Borzasztó egyébként a dal. It's a horrible song, really. Érzelmileg minden más, hogy túlfűtött. Way overloaded emotionally in any other way. De képzeld, egész nyáron ezt hallgattad. Lassíts, lassíts. But that was the hit song for the summer, so you've been listening to this. Slow down, slow beteg down. Beteg voltam tőle, nem tudtam egy olyan rádióra kapcsolni, ahol nem ez ment. I got sick of it, really. I couldn't find a radio station that wasn't playing it. És a teteje, amikor hazajött a legkisebb Bazsi, és azt énekelte, hogy despacito, despacito. And to top it all off, my little one came home and started singing this. De valami baj van a világgal. Something's wrong with this world, really. De ugye ez az, amit a világnak jelent a lelassítani. But that's what it means for the world to slow down. De mit jelent egy kereszténynek? But what does it mean for a Christian? Amikor azt mondjuk, hogy lassíts le. To slow down. És ma ezt fogjuk megnézni. And that's what we'll look at today. Ugye egy olyan sorozatban vagyunk, hogy próbáljuk megvizsgálni, hogy hogyan kell okosan élni. We are in a series where we are looking at how to live smartly. És megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt, hogy hogyan csináljuk ezt jól az életünkben. And we want to find the equilibrium of how to do this well. És ehhez ugye a világ legokosabb emberének a példabeszédeit használjuk, Salamonnak a példabeszédeit. And for this we use the world's wisest. So the wisest man on the world, which is Solomon. Durva volt ez az előbbi rész, mi? Kicsit összezavarodtunk, igen. Ne haragudj. Mindjárt megszólal egy telefonon is. Szóval... Nagyszerű, vedd fel nyugodtan, csak kicsit hangol, semmi baj. Szóval ma meg fogjuk nézni, hogy mit mond Salamon erről. So we'll look at what Solomon has to say about this. Semmi gáz.
csomószor nekem is megszólalt. No worries, my phone goes off all the time. Béna telefon. Szóval mi az, amit Salamon gondol erről? So what does he have to say about this? És lehet, hogy elég csak a mai reggeledre gondolni. Maybe it's enough for you to think about only this morning. Kinéztél és láttad, hogy wow, hó esett. You looked out in the morning and you saw there is snow. Ez minden dolgot megnyújt a reggelben, tehát innentől kezdve 20 perccel hosszabb minden. That makes everything 20 minutes longer in the morning. És így lehet, hogy te is úgy volt, hogy gyerünk, öltözzetek, gyerünk. Maybe menjünk, you were thinking, oda kell érni. Let's get dressed, everyone get ready, we need to start ahead of time because it's going to take longer. És az életünket jellemzi ez, hogy megyünk, nyomjuk, gyorsabban, gyerünk, többet. And that so characterizes our lives, that we just rush, we hurry, we push. De az az igazság, hogyha mindig sietünk, akkor soha nem fogjuk tudni a legjobbunkat adni egy-egy szituációba. But if we're always in a hurry, we can never give our best in certain situations. És csak gondolkozzatok el, hogy nem sok olyan dolog van a világon, amit hogyha sietünk, akkor jobban tudunk csinálni. And just think about it, there are not many things in life that we can do better in a hurry. Mondjatok egyet. Just tell me something. Mondok én egyet. I'll tell you one. Tűzönjárás. Walking on fire. Hurry. It's better to hurry. Azt jobb, ha gyorsan csinálom. De lehet, hogy valakinek az egész élete így néz ki. But maybe there are some whose whole life looks like this. Folyton siet. Always in a hurry. Mindig rohanni kell. Always running. Az meg nem jó. And that's not good. Szóval nézzük meg, hogy mit mond Salamon erről. So what does Solomon has to say? És 4 pontot fogok hozni, hogy amit itt kiválasztottam, hogy erről jó, ha beszélünk. I have 4 points that I thought I'm going to talk about. Példabeszédek 18-13-nál kezdünk. Starting with Proverbs 18:13. És csak magyarul fogom felolvasni, úgyhogy kérem az angol nyelvűeket, hogy kövessétek a monitorokon. I will only read in Hungarian, so English speakers, please follow on the screens. Aki felel valamit, míg meg nem hallja, az bolondság és gyalázatos ránézve. Mit mond ez az igevers? What does this verse say? Ha felelsz, ha szólsz, mielőtt meglenne az összes információd, if you answer before you have all the information, ha felelsz, ha szólsz, mielőtt hallanád, hogy miről van igazán szó, if you answer before you really found out what the other one is talking about, ha sietsz, if you're running, akkor olyan dolgokat fogsz mondani, amit egyébként nem mondanál. If you're hasty, you'll say things you probably wouldn't have said. Ő így mondja, hogy ez gyalázat ránézve. And he says it's a shame. Az gyalázatot fog rád hozni. He says it will bring shame on someone. Hogyan történik ez? How? Én pásztorként rengeteget beszélek, sokszor feleslegesen is. As a pastor, I speak a lot, and sometimes I speak in vain. És olyan gáz, hogy utána megyek haza, és azon gondolkozom, hogy ezt most miért mondtam. And often I go home, on the way home, I'm thinking, why did I have to say that? Sokszor hazafelé az autóban pörgetem át a napot, és eszembe jutnak dolgok, hogy ezt nem kellett volna mondani, ezt most miért csináltam? On the way home in the car, I'm thinking and I go through the day and I think, oh, why did I say that? Why did I do that? Képzeljétek el, hogy ti vagytok a legszerencsésebb alkalom, mármint így a 8, 10 és 12 közül. So just think about it, that you're the luckiest of all the three services. És ez most nem hízelgés, tehát nem kell félreérteni. And I'm not trying to... Azért, mert csomó mindent nem mondok a második alkalmon már, amit az elsőn meg mondtam, és nem kellett volna. Because I cut out those things I said on the first service that I shouldn't have. Tényleg. Mert van időm átgondolni, hogy mit fogok mondani, ugye? Because I have more time to think about what I'll say. És gondolnád, hogy akkor a harmadik a legjobb alkalom, nem? And you would think, well, the third would be the best then, the third service. Mert ott már csak kimegyek, imádkozom, és mondom, jó, sziasztok. Because I go out, I pray, and then I come down. De nem, a harmadik az nehéz, ott már hulla vagyok általában. No, the third one is quite difficult, because I get very tired by then. De hányszor van ez esetleg veletek is, hogy... csak beszélünk, mert úgy érezzük, hogy mondanunk kell valamit. But how often do we feel like this, that we say things just because we feel like we have to say something? És aztán csak utána gondolkozunk, hogy ha,
And then, talán nem kellett volna mondani. Later we think, oh, I shouldn't have said that. Salamon azt mondja nekünk, hogy oké, lassíts le, hogy ne legyen gyalázat rád nézve, amit mondasz. So Solomon says that we need to just slow down, so we won't bring shame to ourselves. Ne mondd az első dolgot, ami a fejedbe jön. Don't say the first thing out loud that comes to your mind. Nagyon egyszerű törvény, nem? Very simple law or rule. És igazából erre nekem annyira szükségem van, olyan gyorsan beszélek, gyorsan mondok nem odaillő dolgokat. I need this rule because I speak fast, I speak hastily sometimes. Ne legyél az az ember, aki mond valamit és utána gondolkodik, hogy fú, ezt most kimondtam hangosan. Don't be the person who goes and says something and then thinks about, oh my, did I really say that out loud? Oh, én azt hittem, hogy ezt csak gondoltam. I was just kiment thinking az éterbe mégis. But it did go out. Ez azt hiszem, hogy egy probléma. I think this is a problem. Mikor túl gyorsan beszélünk. When we speak hastily. Mikor nem veszünk időt arra, hogy átgondoljuk, hogy most itt kell mondanunk valamit, és ha mondjuk, akkor mit mondunk. When we don't take the time to think about whether we need to speak at all, or if, and if we do, what to say. Tudod, miért fontos ez? You know why this is important? Mert vannak dolgok, amit utána már nem tudsz majd visszavonni. Because there are things that you just simply cannot take back. És vannak pillanatok az életben, amik egyszer eljönnek, egy lehetőség, és onnantól nincsen több. And there are certain things in life which only have where you only have one shot, and it comes, and that's it. Ezért így magunkra kell vennünk annak a felelősséget, hogy figyeljünk arra, hogy mit mondunk. So we have to take upon the responsibility to watch our tongue and watch what we say. Ne siess. Don't hurry. Mert hogyha ilyenek vagyunk, hogy sietünk és mondunk dolgokat, amit amúgy nem tennénk. Because if we run, we rush and we are hasty, we say things we wouldn't want otherwise. Az egyik baj ezzel az lehet, hogy nem leszel jó bizonyság, ami pedig szeretnél lenni. One bad thing about this is that you won't be a good testimony, which you probably want to be. Szóval az első baj a sietséggel az, hogy mondani fogunk dolgokat, amit amúgy nem mondanánk ki. So being hasty makes us say things that we probably wouldn't want to say. De hogy csináljuk ezt? Hát az egész élet körülöttünk nyom minket, hogy menjünk, gyerünk gyorsan. How do we do this when this world around us pushes us into this kind of thinking of going, running, doing more? Minden tele van dolgokkal, amit tenni kell, és gyorsan kell tenni. Everything around us asks for our attention to do it, to make it and happen it, make it happen fast. És rengeteg lehetőség van körülöttünk, amit tehetünk. There are many opportunities around us that we can do. Képzeljétek el, én emlékszem olyan időre, amikor a hétfőn nem volt tévéadás. Megvan ez nektek? You remember? I remember the time when we only had TV 6 days a week. Mondays we didn't have. Tehát hétfőn nem volt. Broadcasting. Yeah. Okay. Monday. Képzeljétek, az első alkalmon többen felhördültek erre, tehát így nekik megvolt. Many people in the first service kind of knew what I'm talking about. Na, tehát hétfőn nem volt tévé, és amikor volt, akkor is csak két csatorna volt. So we only had, besides broadcasting was off on Monday, we only had two stations. Szörfözhettél a kettő között. You could surf between the two. Nem volt annyi lehetőségünk. We didn't have that many opportunities. Most rengeteg lehetőség van. Today we have so many. Most sokszor mondják, hogy hú, láttad azt a filmet? Now you can hear, oh, have you seen that movie? Nem láttad? No. Még nem láttad? You haven't. Az alapmű, azt meg kell nézni. But that's a basic. You have to see it. Nem? Megint, siess, csinálj valamit. Another thing that asks for your attention, something you need to do. Szóval azt hiszem, hogy ez egy nagy kísértés ránk nézve ezzel futni, hogy kell valamit tenni, és hogy siessünk. So it's a big temptation for us to run with all of this and to do these things. De észre fogod venni, ha eddig nem vetted észre, hogy ha sietsz, akkor mondani fogsz dolgokat, amiket nem mondanál. But you'll notice if you haven't already. When you're running, when you're in a hurry, you say things that you wouldn't want to say otherwise. Illetve a következő, hogy tenni fogsz dolgokat, amit amúgy nem tennél meg. The second, you'll do things you wouldn't. Példabeszédek 19:2-be ugrunk. We jump over to Proverbs 19, verse 2. A lélek sem jó tudomány nélkül, és aki csak a lábával siet, hibázik. És nagyon fontos szó ott a hibázik.
And here it says someone who's not, it's not good. A gondolat emögött, a vers mögött az, hogy aki siet, az vétkezni fog. Basically what it says that someone who is running, rushing will sin. Mert az a szó ott, a hibázik, az az eredetiben a vétkezés, a bűn. Because also it says in the second part of the verse that he sins who has hasten. So he actually says that. Azaz célt téveszt, mellé megy. He will miss the mark. Tehát Salamon azt mondja nekünk, hogy ott lesz ez az életedben, ha sietsz, hogy vétkezel, hogy elbuksz. So Solomon says that's going to be in your life. You will miss the mark when you're running, you're rushing. Szóval látod, lehet egy sietős életed, de teli lesz olyan dolgokkal, amit mondtál, de nem akartad, meg tetted, de nem akartad. So you'll hurry through life and you'll say things you shouldn't have and you'll do things you shouldn't have. Aztán a következő, a 20. részben lapozzatok, légy szíves, a 25. vers. The next is Proverbs 20, verse 25. Tör az embernek meggondolatlanul mondani szent, és a fogadástétel után meggondolni. Hadd magyarázzam egy picit ezt a verset. Let me explain this verse a little bit. Amit itt a Károli törnek fordít. What we hear here is a snare. Az az eredetiben csapda, egy ilyen medvecsapda, ami rácsapódik és tart. In the English it describes it well. It's a trap, something, a snare. Azt mondja Salamon, hogy ez egy csapda az embernek, hogyha meggondolatlanul ígér valamit. Solomon says it's a snare, it's a trap for a man to promise something hastily. És az eredetiben itt konkrétan arról van szó, hogy valaki oda ígér valamit Istennek, azt mondja, hogy szent. The original verse says that someone offers something to the Lord and says it's holy. És aztán meggondolja magát, hogy mégse tudom megtenni. And then reconsiders, then changes his mind that I'm not sure I can do it. Hogy csak utána gondolkodik rajta, és így csapdába kerül. He starts thinking about it later and then he finds himself in this trap. Azt mondja Salamon, hogy ez gyilkos lesz rád nézve. And Solomon says it's going to be killing you. Szóval azt látjuk, hogy amikor sietünk, so we're hasty, akkor hajlamosak vagyunk ígéreteket tenni, meg fogadásokat tenni, amit egyébként nem tennénk. We are more prone to make promises and vows that we wouldn't otherwise. És aztán szenvedünk, hogy ezeket teljesítsük. And then we are suffering in them to kind of fulfill them, to make sure we keep those promises. És sajnos, ugye az az igazság, hogy ígéretekkel nagyon könnyű lerázni embereket. And the truth is, it's easy to get rid of people by promising them something. Oh, igen, persze, megcsinálom, persze, csak menj már innen. Sure, of course, I'll do this. Of course, just go away. Okay, hívlak majd. Yeah, I'll call you. Nagyon könnyű lerázni ezzel embereket. It's easy to get rid of people. És egy nagy kísértés, hogy ígérgessünk felelőtlenül. And it's a big temptation to promise things to people. És aztán gondolkozunk, hogy miért mondtam ezt. And then to think about why did I say that? Amellett, hogy lekezelően bánsz mással, de miért mondtam most, hogy fogom megtenni, amit megígértem? Besides the fact that you were kind of acting a little bit like looking down on the other person, you are also promising things you don't want to keep. És csak azért ígérgetünk, mert nem vesszük rá az időt, hogy átgondoljuk, hogy mi ezt tényleg akarjuk csinálni? Tényleg meg tudjuk csinálni majd? We give a promise before we will think through the whole thing. Do I really want this? Do I want to be involved in this? Do I want to keep this promise? És itt konkrétan egy emberről beszél, aki megígér valamit Istennek, megfogad valamit Istennek, és aztán visszakozik, azt mondja, jaj, nem, ja mégsem. Here he talks about a person who gives an oath, a vow to the Lord, but then reconsiders. Tudom, hogy például számomra nagyon könnyű ígérgetni, az olcsó cucc, nem? I know that for me it's easy. I'm easily going into this. I promise something. Hogy meghívnak tanítani ide oda a konferenciára. I'm asked to come and teach at the conference or come teach here in this church. És ez még messze van, ugye? Nem most, hanem majd ez milyen jó lesz. But it's far away. It's a long time from now. Okay. És mit csinálok? Felcsapom a naptáramat. And then I look at my calendar. Ami abban az időben még teljesen üres. Which at that time is still, of course, very empty. És azt mondom, hát persze, hogy ott leszek. Sure, I'll be there. Hát ott a helyem, ne viccelj. Of course, I'm there. És aztán telik az idő.
And then time goes by. Ahogy szokott. As it does. Telik a naptáram. And my calendar is filling up. Ahogy szokott. As it does. És a végén azon gondolkozok, hogy miért ígértem meg azt, hogy oda még pluszba elmegyek. And then I think, why did I say yes to that? Why did I promise them that I'll go? És már megtörtént velem, hogy ott ültem egy konferencián. And that happened to me. I'm sitting there in a conference. Ahol nem akartam ott lenni, de megígértem. Where I really didn't want to be there, but I promised. És azért nem tudtam ott lenni teljes szívvel, lélekkel, hogy vigyem Istennek az üzenetét. And so I couldn't there be there really, full-heartedly, just really devotedly. Azért, mert csak siettem és gyorsan leráztam az embereket és megígértem. Because I just hastily said yes to that request back then. Egy rossz bizonság. That's not, it's a bad testimony. Ez lehet így a te életedre nézve is fontos. It could be important in your life as well. Hogy mit ígérsz, amikor ígérsz, vagy hogyan ígérsz meg dolgokat, amikor ígérsz? What do you promise when you promise something, and how do you promise? Mert lehetünk egy jó bizonság azzal, hogy megígérünk valamit, és az igenünk igen. Because we can be good testimony by keeping our word and our yes to be yes. De lehetünk egy nagyon rossz bizonság, amikor az igenünk nem lesz. But we can be a really bad testimony when our yes becomes a no. Szóval azt mondja Salmon, lassíts le. So Salmon says, slow down. Ne ugorj bele olyan dolgokba, amiben nem vagy biztos, hogy ezt meg tudod csinálni. Don't jump into things that you're not sure of, that you want to do or you have time to do. Mert ha ezt csinálod, akkor két dolog történhet veled. Because if you do this, two things might happen to you. Az egyik az, hogy szégyenkezve kivonulsz abból a dologból, bocsánatot kérsz és mondod, hogy ne haragudj, mégse tudom megcsinálni. One is that being very embarrassed, you apologize and you say, I cannot make it, I'm sorry, I won't be there when you promised. Vagy megtartod, és már megint ott vagy, hogy sietned kell, hogy az rendben legyen. Or you keep your word, you're there on that event, but you are rushing and running and make it happen because you have so many things in your day. Az életünk az tele van választásokkal, meg jó sok jó dologgal, amit csinálhatunk. Our life is full of choices. Our lives are full of very exciting and good things to De do. Jó, ha minél hamarabb megtanuljuk. But it's good to learn this early on. Hogyha túl sok jó dologra odaszánjuk magunkat, az túl sok ígéretet eredményez. If you give yourself over to many of these options, you'll have many promises. És ez megint egy olyan helyre vihet, ahol újra csak sietsz. Which utolérd magad. Lead you again to be in a rush all the time to keep all your promises and all your things to do. Aztán jön a következő, a 29. részhez lapozzatok, légy szíves a 20. vershez. Let's turn to Proverbs 29:20. Láttál-e beszédében hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogy nem felőle. Azt mondja ez az igevers, hogy amikor sietsz, akkor reményt vesztesz a jövőt felől. Verse says that you might lose hope in the future when you're hasty. Azt mondja egy Salamon, hogy több reménye van a bolondnak, mint egy embernek, aki rohan állandóan. He says a fool has more hope than someone who is always in a rush. Mert ha ma sietsz, ha nem lassítasz, ha nem veszel időt, akkor rombolod a jövődet. Because if you don't slow down, you continue to run and rush, you are actually destroying or ruining your future. A remény, azt szerintem egy gyönyörű dolog. I think hope is a beautiful thing. Hogy van reményünk. That we have hope. Sokszor ez az egy dolog, ami tovább visz minket, hogy van reményünk. Sometimes that's the one thing that keeps us going, hope. És keresztényként mi, hogyha összeomlik minden, mi még akkor is mondhatjuk, hogy van reményünk, mert él az Istenünk. And as Christians, when everything around us trembles and falls, we still can say that we have hope, we have a living God. De az is igaz, hogy Isten a kezünkbe is adta, hogy ma egy reményteljes jövőt építsünk magunknak, hogy jobb legyen, egy jobb önmagamat állítsam elő. But God has also given us the tools, the opportunity to build ourselves a better, a hope, more hopeful future
to make ourselves into a better man. És ha elveszítem ezt a reményt, na az akkor szokott jönni az a pont, hogy feladják az emberek, hogy nem mennek tovább. And when we lose this hope, it's when people stop and they don't continue on their walk. Csak akkor mondok példákat. Az életem ma az nagy részből a régi döntéseimnek az eredménye. Let's say in my life, the life I live right now is the consequence of my past choices and decisions. Mondjuk, nem vettél időt a tanulásra, nem lassítottál le, amikor kellett. You didn't slow down to study. Most nem tudsz olyan iskolákba vagy munkahelyen elhelyezkedni, ahova szerettél volna. Today you cannot find a job or find a workplace that you would hope for because you don't have the education. Vagy nem lassítottam le, nem vettem időt a családomra. Or I didn't slow down and didn't give time to my family. Most nincs család. And today I have no family. Nem vettem időt, nem lassítottam le, hogy időt töltsek a gyerekeimmel. I didn't slow down to spend time with my children. Most kicsúsztak a kezemből. And today they have slipped out of my hands. Veszítem a reményt, igaz? Érzitek? I am losing hope. Do you see how? Nem vettem időt, hogy barátokat gyűjtsek és barátságokat építsek. I didn't take the time to build my friendships, my relationships. Most nincsenek barátaim. And now I don't have friends. Látod, aki siet, aki rohan, veszíti a reményét a jövőnek. Those who are hasty, those who rush, they lose continuously lose hope in the future. De olyan jó, hogy ma megállhatsz, ma lelassíthatsz. But it's great that we can stop today, we can slow down today. Ha elrontottad az egészet mögötted, ma megállhatsz, azt mondod, hogy jó, akkor innentől nem így. If everything in your past is you feel like is a failure, you still can stop today and start anew. Olyan jó, hogy keresztényként sokkal több reménységünk van, mint egy olyan embernek, akinek nincs Istene. It's wonderful that us as Christians we have so much more hope than just anyone else. És tudod, lehet, hogy már végigmentél, már mondtál, tettél dolgokat, ígértél, és már elveszett a reményed, és úgy érzed. Maybe you're at a place where you have done things you shouldn't have, said things and promised things you shouldn't have, and you feel like your hope is slipping away. Mi a megoldás? What's the solution? Először is a Zsoltáros azt mondja. First of all, the psalmist says, úgy imádkozik, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. He says, just help us to count our days wisely, so we would have a wiser heart. Kezd itt. Start here. Uram, taníts meg engem, hogy jól számoljam az időmet. Lord, teach me to be better with my time, to plan better. Ez egy nagyon jó kezdet, hogy imádkozz. It's a good start to pray about this. Aztán így fel kell tenned a kérdést, hogy mi igazán fontos az életbe, és mi nem. Then you have to ask the question, what is really important in life and what is not. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha teszel valamit, és abba mindig sietsz. Someone said that if you're doing something and you're always running, rushing in it, akkor az igazából nem is fontos neked. Then it's probably not even that important for you. Csak túl akarsz rajta lenni. Because you want to be done with it. És nem veszed az időt, hogy átgondolod, hogy ez fontos vagy nem. And you don't take the time to really meditate whether is this important or not. Azt is mondták, hogy a lustaság sokszor együtt jár az elfoglalt emberrel. And also they say that a laziness goes with the busy person. Ez érdekes, nem? Interesting, huh? Mert azt gondolnád, hogy hát ő elfoglalt, ő nem lusta. Why? Well, he's not lazy, he's so busy. De az az igazság, hogy néha túl lusta ahhoz, hogy megálljon, hogy meggondolja, hogy mit kell csinálnia, és mit nem. Ezért mindig csinál valamit. But he's too lazy to stop and prioritize and look through his day and what he needs to be done, and instead he just rushes through everything and it seems always busy. Szerintem jó dolog, ha megállunk és föltesszük a kérdést, hogy mi igazán fontos. I think it's wise to stop and really ask ourselves what is important. Mert ha azt mondjuk, hogy az Istennel való kapcsolatom fontos. Because if I say my relationship with the Lord is important. Nekem fontos, hogy tanuljak tőle, hogy jobban megismerjem, hogy épüljek benne.
If it's important for me to learn from the Lord, to get to know him better, to meditate in his word. Akkor le kell lassítanom azért, hogy időt töltsek vele. Then I need to slow down to spend time with him. Ha valaki azt mondja, hogy hát nekem nincs időm az Istenre, if someone says I don't have time for the Lord, akkor lehet, hogy föl kell tennünk a kérdést, hogy igen, akkor fontos neked tényleg az Isten? Then one needs to ask the question, is he important? Is God important then? Vagy hogyha nincs időm a családomra. Or I don't have time for my family. Akkor tényleg fontos neked? Then really are they that important to you? És ezzel szerintem nagyon nehéz szembenézni ilyen kérdésekkel. And I think it's hard to face these questions. De szerintem itt jön az, amikor valaki meggyógyul a sietségből, a rohanásból. I think that's the road to start being healed. Of rushing and hastiness. És tegyétek meg azt, hogy írjátok le, egyébként ott az alkalmazásban a telefonotokon, nagyon cool módon egyébként, benne van ez. If you want to take notes, and actually in our application, where you can look at today's Bible study and you see the notes, you have a little slot to write your notes. És ott ki van hagyva 1, 2, 3 pont. There is 3 points where you can write. Akár most is megteheted. You can write down. Írd föl, hogy mi a 3 legfontosabb dolog az életedben. What is the 3 most important thing in life for you? És először gondold át, hogy jelenleg ahhoz képest az életed az hol áll, hogyan reagál ezekre a dolgokra. And also compare your current life situation with it. What does your life communicate? What is important? Mert meg kell tanulnunk lelassítani. Because we need to learn to slow down. Ehhez néha meg kell tanulnunk nemet mondani bizonyos dolgokra. And for that we need to learn to say no to things. Ne legyél az az ember, aki nem tud nemet mondani dolgokra. Don't be the kind of person who doesn't know how to say no to things. Sőt, azt fogod találni, hogyha meg akarod tartani azokat, amik igazán fontosak, azokat a dolgokat. And you'll find that if you really want to keep those things that are very important for you, those certain 3 things that are very important. Akkor csomó olyan dologra nemet kell mondani, ami nem a legfontosabb, de jó lenne vagy fontos. Then you need to say no to things that are not that important, but are fun or good. Muszáj lesz megtanulnunk ezt, azért hogy igazán rendben legyenek a kapcsolataink, mondjuk. We really need to learn this so that our relationships, for example, will be healthy. És egy ember, aki nem rohan folyton, nem siet. And the person who's not always in a rush, akinek van ideje az emberekre, who has time for other people. Hallottam, hogy lelki pásztort mondta, hogy annyi dolgom van, hogy nincs időm az emberekre. One pastor said, I have so much time, I have no time left for the people. Akkor biztos ott a helyed? Oh, really? Then are you sure that's your place to be? Tehát, hogy jó, hogy megtanuljuk ezt, hogy jó bizonságok legyünk az embereknek. We need to learn how to be a good testimony. És olvastam egy nagyon, nagyon érdekes tanulmányt erről. I read a very interesting study about this. És nekem őszintén nagyon tetszett és izgatottá tett. I really liked it. It made me excited. És arról szól, hogy hogyan jutsz el oda, hogy minimálisra csökkented a sürgős dolgaidat. Hogy ne kelljen állandóan rohanni. It says, how can you minimize the urgent things in your life? És talán ez nektek is segíteni fog, én nagyon élveztem. Maybe it helps you, I really enjoyed it. 4 pontba szedi egyébként, figyeljetek, most legyetek velem, jó? So come, be with me. It actually is 4 points. Az első pontja, azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amik nem fontosak és nem sürgősek. There are things in life that are not important and not urgent. Nagyon egyszerű, nem? Meg vagyunk, itt még itt vagytok, tök jó. You can follow this for sure. Aztán vannak azok a dolgok, amik sürgősek, de nem fontosak. And then there are the things that are urgent but not important. Okay. A harmadik pont az, ami sürgős is és fontos is. And the third category, the things that are urgent and important. És a negyedik pont pedig az, ami nem sürgős, de fontos. And the things that are not urgent yet important. Tök jó. Megvagytok? Are you with us? Most jön az izgalom. And here's the exciting part. Legalábbis én izgalom. For me, for at least. Szerintem annyira segít ez a dolog. Because it's so helpful. Hogy akkor menjünk végig. So let's go through this. Hogyha vannak olyan dolgok, amik nem sürgős, meg nem fontos, azonnal mondjál rá nyugodtan nemet. If something is not important and not urgent, set it aside, say no to it.
Aztán jönnek azok a dolgok, amik sürgősek, de nem fontosak. Ping, azt is nyugodtan kidobhatod egyelőre. And then those things that are urgent but not important, set lehet, those aside for now. Mert lehet, hogy valakinek fontos, de számodra nem. Tehát hogy így, lehet, hogy valakinek sürgős, de számodra nem fontos. Because it may be urgent for someone, but it's not important to you. Nem kell minden telefont fölvenni. You don't have to pick up every phone call. Okay. Akkor itt meg vagyunk. Azt mondja az a szerző, hogy akkor először azzal kell kezdeni, ami sürgős és fontos, és rakd bele magad abba erősen. The author says that if you find the things in your life that are urgent and important, now those are the things you need to set your time for. És még mindig maradt nekünk egy, igaz? And we still have one, right? Ami nem sürgős, de fontos. Which is not urgent, but important. Tehát utána kezdj el azokkal a dolgokkal foglalkozni. So those are your second most important category. Start working on those. Azért, hogy ne váljanak sürgőssé ezek a fontos dolgok. So that these things won't become urgent and important. És hogyha foglalkozol vele, amikor még csak fontos. And if you handle them, you take care of them, you spend time with them while they are only important and not urgent. Akkor minimumra fogod hozni azt, azokat a dolgokat, amik sürgősek, mert már foglalkoztál velük, amikor még csak fontosak voltak. This way you minimize the category of urgent important. Meg because vagytok? You dealt with them while they were not urgent. Tetszett? Did you like it? Nekem nagyon. I think this is so. De szerintem ez jó keresztény szemszögből is. It's a good thing for us Christians. Figyelj, foglalkozz az egészségeddel addig, amíg fontos és még nem sürgős. Take care of your health while it's important but not urgent. Mert az már gáz, amikor már sürgős is és fontos. Because it's a problem when it's urgent and important. Foglalkozz a családoddal, amikor még fontos csak és már nem, még nem sürgős. Spend time with your family. Deal with things in your family while it's only in the important category, not the urgent important hogy ne juss el oda, hogy hú, most mit csináljak. So you won't end up in the urgent. Mert akik megtanulnak lelassítani és figyelni ezekre a dolgokra, because if you're able to slow down and pay attention to these things, az egy olyan erős bizonyság így a világ felé. It's going to be such a big testimony to the world. Hogy látják rajtad, hogy veled valami más. That something is different in you. Hogy neked van időd az emberek. That you have time for people. Van időd megosztani a hitedet. You have time to share your faith. Szóval szerintem jó, amiket mond Salamon, és érdemes beépítenünk az életünkbe. So I think these things that Solomon said are really wise, and we need to put it into practice in our lives. És hogyha valakinek szüksége van ezekre a pontokra, akkor tényleg oda tudom adni, elküldöm akár e-mailbe is. If you need these points, I can give it to you. I can send it in an email. De imádkozzunk most. But let's pray first. Uram, köszönjük neked azt, hogy tanítasz minket. Lord, we thank you that you teach us. Köszönjük azt, Istenem, hogy egy okosabb életre tanítasz. Thank you that you teach us to live a smarter life. És azt imádkozzuk, amit a Zsoltáros, hogy taníts minket úgy számlálni a napokat, hogy bölcs szívhez jussunk. And Lord, we want to count our days so that we would have a wiser heart. És arra kérünk, Atyám, hogy áld meg ennek a napnak a hátralévő részét. And Father, we pray that you would bless the rest of this day. Mi szeretnénk neked adni. We want to give it to you. Használj minket, Uram. Use us, Lord. Jézus nevében. In Jesus' name we pray. Amen. Lesz még két dal, együtt fogunk énekelni we két dalt. We have two more songs to worship together. Dicsérjük az Urat együtt. Szükségem van most rád, a kegyelmed rám talált. Jézus, jövök, hozzád jövök. Gyengén és sérültem, a te erőd állít fel. Jézus, jövök, hozzád jövök. Megváltva felkelek, nyitott menny van felettem, nevednek.
dicsőséget zenget dicsőséget zengek én.
Isten harcol, Isten harcol, értünk emeli fel erős karját. Isten harcol, Isten harcol, értünk emeli fel erős karját. Megmozdul a Szent Szellem, valami történt a szívemben, olyan leszek, mint egy kisgyerek, elhiszem, amit mondasz nekem. Isten arcol, Isten arcol, történt a szívemben, olyan leszek, mint egy kisgyerek, elhiszem, amit mondasz nekem. Isten arcol, Isten harcol, értünk emelj fel erős karját. Isten arcol, Isten harcol, Isten harcol, hogy harcolsz értünk. Father, we thank you that you fight for us. És tényleg azért is imádkozunk, hogy az előttünk álló héten
harcolj értünk. And Lord, we pray that for the week ahead of us, you would fight for us. Harcold a harcainkat. Fight our fights Uram, for us. Uram, áld meg a te gyülekezetedet. And bless your church, és Lord. És kérünk, hogy használj minket, hogy elérjünk embereket a mennynek. Lord, use us that we would reach people for heaven. Jézus nevében kértünk erre. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Az Úr áldjon benneteket. God bless you. Jó, hogy itt voltatok ma is. It was great to have you again. Hogyha imára van szükségetek, mi itt leszünk, és mi szeretnénk veletek imádkozni. If you need prayer, we'll be up here to pray with you. Just come on up. Illetve ha az Úr úgy indít, hogy adakozz. And if the Lord leads you to give. Kérlek, hogy tedd meg, megteheted ott oldalt az adakozó dobozokban. Do that in the tithe boxes on the side. Isten áldjon benneteket, legyen szép napotok. Mi pedig még elköszönünk azoktól, akik követtek minket az internet előtt. Sziasztok! Those of you watching us online.